Nos, hát ugye hétvégén a Szentendre csapatával játszunk az NB1-B-s bajnokságban, most viszont nem ezért ülünk itt, hanem a Vasas TV-nek szerettél volna egy bejelentést tenni a jövőddel kapcsolatban. Úgyhogy át is adom a szót, és mondd el, hogy mit szeretnél megosztani a Vasas családtagjaival. Először is köszönöm a lehetőséget az elnök úrtól, illetve hát így akkor a Vasas családtól és a Vasas TV-től, hogy ezt személyesen jelenthetem be, hiszen tartozom a szurkolóknak, a játékosaimnak, a stábtagjainak, illetve a kézilabdát szeretőknek annyival, hogy személyesen jelentsem be azt, hogy nem hosszabbítottam meg a szerződésemet a következő évre a Vasasnál. Mi az oka, amiért váltani fogsz, és mi az, amit a jövődről lehet tudni, van ennek már publikus részlete? Hát 11 év után elérkezett az edzői pályafutásom abban a szakaszban, amikor a váltás szerintem jól fog jönni az én fejlődésem területén is, illetve voltak dolgok, amiben nem egyezett az elképzelésünk a jövőnket illetően. Vár rám egy új kézilabdás kaland, azt még nem szeretném mondani, hogy hol folytatom a pályafutásomat. Csapat számára mikor vált publikusra ez az információ? Kedden az esti edzés után mondtam el a lányoknak tiszta szívvel, teljesen őszintén. Megerősítettem őket abban, hogy befejezhetem a munkát, tehát végig tudjuk ezt a szezont versenyezni, tudnak még fejlődni, hiszen 8 mérkőzés még előttünk áll, 3 teljes hónap közös munkánk van, illetve a jövőjük ugye attól függ, akár itt maradnak, akár máshol képzelik el, hogy teljesítenek ebbe. Semmi nem fog változni, se aranyosabb, se keményebb nem leszek. Én ugyanolyan profi módon el fogom végezni ezt a munkát. Ennek tudatában, hogy azért mégis ebben a fél évben dolgoztok utoljára a jelenlegi csapattal, ez mennyire befolyásolhatja, hát nem is a célokat, hanem azt, hogy esetleg még jobban egymásért fogtok küzdeni, gondolom ez lesz a cél itt a hátralévő meccseken. Hát mindenképpen kicsit féltem őket, hiszen egy fiatal csapat, ezért is jártam nagyon körbe, és felelősségteljesen kommunikáljuk le ezt a bejelentést. Be kell látniuk, hogy ez az ő jövőjük, nem az én jövőm, az ő jövőjük nem biztos, hogy az én jövőm, az én kezemben van. Tehát ezt erre a szintre kell őket eljuttatnom, hogy mindent magukért csinálnak. Nem értem, hanem magukért. Nyilván fontos, hogy milyen lesz majd ennek a 11 évnek az árás, ez az utolsó pár hónap, de hát ne menjünk el az előzmények mellett se szó nélkül. Nyilván ez most egy nehéz kérdés, de mik azok a legszebb pillanatok, amiket itt a Vasasos edzői pályafutásodból felidéznél? Hát nagyon sok van, nagyon-nagyon sok. Nem is tudnám mivel kezdeni, akár a feljutás, akár a gyerekek körüli több éves munka, vagy a minden pillanata, akiből NB1-es játékos lett, vagy válogatott játékos, tehát rengeteg ilyen szép emlék van, de majd összegezni fogom, összeszedem a gondolatokat. Lehet még Varga Márti valaha Vasas edző? Hogy látod ezt most? Mindig is a szívem csücske marad, akár játékosként, akár az edzői pályafutásommal ez a klub, és tényleg a szurkolók mindent megtettek, hogy mi jobb eredményt érjünk el, és bárhol álltunk, bárhogy álltunk, mindig kitartottak mellettünk, és ez hihetetlenül értékelendő ez a fajta elhivatottság, illetve ez a fajta klubszeretet. Igen, a válaszom a kérdésedre. Köszönöm szépen, és hát sok sikert még a szezon hátra lévő részéhez, és azután a következő pályafutásodhoz is. Én is köszönöm szépen a lehetőséget.